Üdvözlöm kedves nézőinket! A Zooplus Állatbarát magazin 6. évadának márciusi adásában először egy rovargyűjtő hobbiáról és expedícióiról készült összeállításunkat tekinthetik meg. Utána a kígyókról szól következő blokkunk, reflektorfényben a szőnyegpiton. Ezt követi egy népszerű kutyafajtának, a Border Collie-nak és Agility munkájának bemutatása. Kérem, tartsanak velünk! Lepkék, óriásbogarak, sáskák, valamint számos érdekes rovarfaj társaságában beszélgettünk az egykori olimpikon atlétával, aki mára egy teljesen más hobbit választott, a különböző rovarfajok felkutatását és gyűjtését. Hét éves korom óta foglalkozom igazából lepkékkel, édesapám fogott számomra egy pillangót, és utána én valahogy elkezdtem mindenféle állatot összegyűjteni a környéken. Egy falusi gyerek vagyok, igazából az Alaszent Mihályon születtem. A szülők látták, hogy ez egy érdekes hobbi, és támogattak bizonyos könyvekkel, Bóvár zsebkönyvek, természetképekbe című könyveket vásároltak, és próbáltak a lepkék irányába tolni, hogy mindenféle csúszómászó békát, kígyót ne vigyek haza a családnői tagjainak a rémizgetésére. Úgyhogy így alakult, hogy igazából a lepkék felé orientálódtam teljes mértékben, és gyűjtöttem őket most már lassan 30 éven keresztül. Hosszú kitartó munkaeredménye lett, hogy egy hatalmas kiállítási anyagot készítettem, amit vándoroltatok az országba, ez Magyarország legnagyobb rovartani vándor kiállítása. Nagyon-nagyon sok munka és élmény is kapcsolódik ehhez a dologhoz. Először itthon Magyarország területén gyűjtöttem a lepkéket, majd később én élsportoló voltam, súlylökő olimpikonként eljutottam több országba is, trópusokra is, és ott indult be igazából a trópusi rovargyűjtés iránti szenvedélyem, hogy végre egy pálmafák és trópusi égtájakon tudtam a lepkéket és a bogarakat keresni. Az ember igazából a hobbiának él, én a lepkéknek éltem nagyon sokáig, de amikor a trópusokra eljutottam, akkor vettem észre, hogy micsoda hatalmas mennyiségű más ízeltlábú fajjal is találkozhat az ember. És ott jött meg igazából az étvágy arra, hogy ne csak a lepkéből készítsek egy kollekciót, hanem más ízeltlábú képviselőkből, és így az ízeltlábúakat képviselő pókokból, százlábúakból, ezerlábúakból, egyenes szárnyúakból, kabócákból, poloskákból, igazából majdnem minden család képviseli a gyűjteményemet, és ezeknek a családoknak a jellegzetességeit igazából megtekinthetőek az anyagban, és ki is vannak emelve a különleges dolgok és érdekességek, hogy láthassák az emberek azt, hogy milyen csodákat rejt is ez a rovarvilág magában. Az ismerőseim többször kérdezték, és a kiállításra látogatók az általános iskolai törvénnyel kapcsolatban, hogy minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár, szabályra milyen dolgok vonatkoznak, de és a legfőképp a legtöbb kérdés az volt, hogy mi a különbség a lepke és a pillangó között. Igazából azt tudom elmondani a látogatóknak és az ismerőseimnek, hogy a lepke az egy gyűjtőnév igazából úgy, mint mi, hogy emberek vagyunk, és a pillangó pedig, mint az embereken belül én kis vagyok, a kis családot képviselik a pillangók. Ez egy nagyon érdekes nyelvtani dolog igazából, a rendszertanra ráhúzva, tehát gyűjtőnév az, hogy lepke, és a pillangó az nem más, mint egy családnév. A rovarokon belül a különböző rendek és családokat igazából az ember a tanulás folytán ismerte meg, és azoknak a sajátosságait. Nagyon sokáig csak a lepkék rendjébe mélyültem el, majd utána jöttek a nagy testű bogarak, és azon belül is a dinasztidék, az óriás bogarak, amik megragadták a fantáziámat. Hatalmas országú bogarak, amik általában a dél-ázsiai és a dél-amerikai területen élnek, voltak a fő vonzalmai, mint egy amatőr gyűjtőnek általában a szépség ragadta meg a fantáziát. Ami nagyon érdekes volt, hogy az ember ugye utána olvasott, és az életmódjukkal kapcsolatban rengeteget megtanult, tehát, hogy mondjuk ezek a lárvák akár 15-20 cm nagyságra is megnőnek, és ezt tapasztalta is az ember, hogy például a Kamerunban, Afrikában ezeket fogyasztják is nagy előszeretettel, hogy fehérje forrásként tekintenek az emberek az óriás bogaraknak a lárvájára. Nagyon érdekes volt, hogy igazából az egyenes szárnyak rendjébe tartozó sáskák, szöcskék itthon utálatnak örvendenek, Dél-Amerikában pedig szinte Mexikóban majdnem minden területen étkezési alapanyagként, chipsként szolgálják fel ezeket az állatokat, ugyanúgy Tájföldön is. Nagyon-nagyon sokat tanul az ember igazából
a természeti népektől, ha közéjük eljut, mert meglátja azt, hogy a rendszertani felépítésre hogy épül fel akár a táplálkozási piramis egyben, és olyan dolgokra tudják fölhívni az ember figyelmét ezekkel a családokkal, a rendekkel kapcsolatban, ami körül igazából itthon fogalmunk sincs. Nagyon sok élmény és történet kapcsolódik a romargyűjtésekhez, és ez nem csak az esti szalonosütés és sörözésekről szól. Az egyik itthoni kedvenc magyarországi történetem volt, az Őrségi Nemzeti Parknak dolgoztam egy makulinea felmérésen, vérfű boglárka felmérésen, az egy nagyon érdekes állat, a hangyák táplálják igazából a hernyót, aki a vérfű berakja a virágait, a vérfű termését, és utána beviszik a hangyák a bolyba ezt a kis hernyót, nyalogatják, hogy cukros váladékot termel, és cserébe pedig etetik folyamatosan. Tehát ennek a boglárka lepkének a felmérésén dolgoztam lenne az őrségben, akkor még én sportolóként jó nagy izomzattal, én dobóatléta voltam, ugye. Én mentem majd lepkehálommal Kétfőt nevű faluba, és jött egy szembe velem egy felkendős néni, és azt néz rám a néni, nagyon komoran, és azt mondja, fiatalember, nem lehet ám halásznyi. Mondom neki, én nem halászni jöttem, hanem lepkegyűjteni. Azt mondja, mi itt? Na, lepkét, lábkét, így rám legyintett, rám nézett, azt mondja, ez teljesen nem normális, és elcsoszogott, ott hagyott szó nélkül. Nagyon, nagyon aranyos volt, és a mai napig megmosolyogtat ez a kis történet. Az itt látható képi anyagzömét a trópusi expedíciókon gyűjtött példányok fogják adni, főleg dél-kelet-ázsiai lepkékből és dél-amerikai lepkékből és bogarakból lesz ez a kiállítási anyag összerakva, amit most meg tudnak tekinteni. Az elmúlt expedíciók anyagai Ecuadorból, Peruból, Argentínából, Dél-Amerikából, Gánából, Kamerunból, Fülöp-szigetekről, Tájföldről és Indonéziából származnak. Próbálkozom minden évben vagy két évente eljutni valamilyen egzotikus helyre. Igazából nem fajokat keresek, hanem helyeket szeretek megismerni. A tavalyi évben Francia Guyanában gyűjtöttem 3 hetet, és a brazil határon sikerült eltölteni a 70%-át ennek az időtartamnak. Ebben az évben Martinique szigetére szeretnék eljutni családommal együtt, akik támogatnak ebbe az őrült tevékenységembe. Úgyhogy most először a kisfiam is eljuthat az őserdőbe, jövőre pedig egy ecuadori expedícióba gondolkozom jelen pillanatban. Többször kérdezték, hogy nem-e sajnálom ezeket az állatokat, és hogy milyen cél szolgál igazából ez a gyűjtögetés. Azt gondolom, hogy így az elmúlt 30 év tapasztalatai alapján nagyon észrevehető a klímaváltozás okozta kár a rovarvilágban is, és ezzel, ezeken a területeken, ahol gyűjtött az ember igazából, a gyűjtött anyagnak a feldolgozása, az érték, hogy tudni, hogy mi él ott, mikor élt ott, mennyi él ott, és látni azt, hogy esetlegesen mi az, amit védeni kell, mi az, ami eltűnőben van ezekről a helyekről, és azt gondolom, hogy ez a fajta tevékenység nagyban hozzásegíti a természettudományt abban, hogy ezek az értékek fennmaradjanak majd a következő generáció számára is. Riportalanyunk a szőnyegpiton. Gazdája beszél kitartó gondoskodásáról, amellyel ezeket a különleges állatokat kezeli. Sokan idegenkednek a hüllőktől, különösen a kígyóktól, azonban nekik is ajánlom összeállításunkat, hogy első kézből szerezhessenek információt eme különleges állatokról. Gyerekkorom óta szeretem az állatokat, azóta voltak mindig is gyerekkoromban is állataink. Mintegy 20 éve foglalkozom különböző hüllőkkel, köztük a kígyókkal is, varánuszokkal. A feleségemtől kaptam az első gabonasiklót születésnapomra, és azóta jöttek a többiek. A mai riportunk alanya a szőnyegpitonok. Ezek a kígyók Ausztráliában és Új-Zélandon őshonosak, mintegy 8 alfajuk él a vadonban. Teráriumokban ennél sokkal több szín és mintavariációt tenyésztettek most már ki. A természetben is a 8 alfaj tulajdonképpen 8 féleképpen néz ki. Cheyenne alfaj, amit én is tartok, barnás alapon, fekete mintázattal, mint minden kígyó, ezek is vedlenek, ahogy nőnek, úgy levedlik a bőrüket. Ez kicsi korukban egyre gyakrabb, tehát mivel intenzívebben nőnek, aztán mikor elérik a kifejlettségi kort,
akkor ritkábban évente 4-5-ször. Ez attól is függ, hogy mennyit esznek, mennyire nő ki a bőrük. Amikor egy nőstény tojásrakáshoz készül, akkor is le fogja előtte vedleni a bőrét, és utána rakja le a tojásait. Ez a levedlett bőr, ez tulajdonképpen egy egyszarú réteg. A vedlés során az új bőr és a régi között lesz egy ilyen teljes folyadék, ettől a kígyó nem is lát, szürkés lesz, opálos a szeme, ugyanis ez a bőr a szemét is takarja, és a szeméről is levedli ezt a felső réteget. Vedléskor általában sokkal agresszívabbak, félénkebbek, elbújnak, kell nekik a megfelelő páratartalom és folyadék, ugyanis hogyha nincs nekik elég páratartalom, akkor rásülhet a bőrük, és nem tudja levedleni magáról. Ez a vedlés ez úgy működik, mintha egy zoknit húznánk le a lábunkról, tehát ő az orránál megkezdi a bőrét, és egy darabban kibújik az egész bőrből szép lassan. Ezek az óriás kígyók, tulajdonképpen módosult óriás kígyók, ezek szorítással ölnek. A természetben kisebb rágcsálókat, madarakat fogyasztanak. A terráriumi körülmények között hát a legegyszerűbb az egér és a patkánnyal való etetés. Hát ezeket előre leszoktuk ölni, és így etetjük az állatokat. Humánusabb az eleség állat számára is, nem hagyjuk, hogy a kígyó folytogassa órákon keresztül, plusz hát az eleség állat meg is tudja támadni a kígyónkat, megharaphatja, sérülést okozhat, és hát van olyan kígyó, amelyiket ha megharapja egy patkány, akkor soha többet nem fog patkány tenni. A kígyóknak nincs szükségük különböző mesterséges vitaminokra, ásványi anyagokra. Ehhez az szükséges, hogy az eleség állatok nagyon jól legyenek tartva. A kígyók nagy többsége szeret fürdeni, nem mindegyik. Ezek a szőnyegpitonok, ezek nagyon szeretik a vizet. Ezek egy ilyen 28-30 fokos kézmeleg, de hát végül is a terráriumban egyébként is átmelegszik a víz. Ebbe szeretnek fürdeni, és hát ebből is isznak. 3-4 éves korukban lesznek ezek az állatok ivarérettek. Ekkor van náluk egy hát téli pihenőnek szoktuk hívni, de van egy ilyen ciklus a természetben is, amikor hűvösebbé válik az idő. Ekkor ők elbújnak, és miután visszajön ismét a nyár, a jó idő, akkor jönnek elő, és ekkor kezdenek el párosodni. A párosodás után a nőstény mintegy 3 hónap múlva rakja le a tojásait. Ezt általában ezek a kígyók faodvakba, fakéreg alá rakják le. Amikor lerakja a tojásait, nagyon szépen körbe tud rajta tekeredni, és a tojások a lerakás pillanatában nyálkásak. Miután megszáradnak a tojások, ezáltal összeragad az egész fészekalja, az összes tojás. 2 hónap a kelési idő a tojásoknak, addig kotlik rajta a nőstény, vigyázz rájuk. A terráriumi körülmények között el szoktuk tőlük venni a tojást, mert ez nagyon igénybe veszi a nőstényt. Az inkubátorba, amiben kiszedjük a tojásokat, itt mindegy 30 fok van, és 80-90% páratartalom szükséges a tojások kikeléséhez. A kicsik 2 hónap múlva kelnek ki, ekkor van egy tojásfoguk, végül is az, amit aztán kikelés után elveszítenek, ezzel vágják ki a tojáshéjat. A kikelés után a kicsik mintegy 3 hét múlva nekiállnak levedleni. Ekkor levedlik az első bőrüket, és utána kínáljuk meg őket az első etetésnél. Ez általában apró szopós egér formájában. Ezeket is általában leszoktuk ölni előre, és úgy adjuk nekik. Van, amelyik nem hajlandó így elvenni, többször próbálkozni kell velük, van, amelyik nagyon nehezen fogja elvenni, van, amelyiknek megpróbálhatjuk élve, és úgy elfogyasztja az első kajálását.
Ezek az állatok félig falakó életmódot folytatnak, tehát ők szeretnek a fákon és magasabb bokrokon lenni, felmászni. 28-30 fokban élnek, és mintegy 70-80% páratartalomban, tehát szeretik a párásabb levegőt. Ezeket a körülményeket kell leutánoznunk a tartásuk során, a terráriumi körülmények között is. Hát ezt különböző fűtésekkel lehet elérni, hogy a terrárium 28 fokos, 30 fokos legyen. Nálunk fűtőkábelokkal oldjuk ezt meg. A fényt azt a világítással, de semmiféle extra világítás nem szükséges nekik. Van, aki rak hozzájuk UV-lámpát, de a kígyók nem igénylik, nem muszáj nekik. Egy sima, normál, kompakt égő teljesen megfelel, vagy neoncső nekik. A páratartalmat az különbözőképpen lehet, napi többszöri vagy egyszeri permetezéssel ezzel elérhetjük. Plusz egy nagyobb fürdetőtál, laposabb, ami alatt szintén van fűtőkábel, ez nagyon jól melegíti a vizet, és elég sokat el is tud nekik párologtatni, így teljesen jó lesz a klíma nekik. Ezek az állatok másfél-két méteres nagyságot érnek el. Ha esetleg valaki elszabadult állattal találkozik, vagy netalántán kint, ugye mai világban nagyon sok siklóval is találkozhatunk bent a városba, akkor inkább szakemberhez kell fordulni, hogy aki ért hozzá, hogy fogja meg. Nem kell piszkálni, nyugton kell hagyni az állatot, maximum megnézni, hogy hova bújt be, esetleg merre van, és akkor jön a hozzáértő ember, aki ki fogja szedni onnan, és akkor elviszi egy állatkertbe vagy menhelyre. Sokan feltették ezt a kérdést, hogy miért ez a terrorisztika és miért pont a kígyók. Nagyon sok színűek a kígyók, nagyon sok fajuk van, nagyon érdekesek a terráriumban is megfigyelni a különböző viselkedési formákat, úgy etetésnél, úgy, mint a szaporodásnál, a kicsiknek a kikelésénél. Nagyon érdekes hobbi, de ugyanakkor nagyon sok elkötelezettséget is kíván az állatok irányába. Ez ragadott meg ebbe a hobbiba. Egy igazi energiabomba a Border Collie mai műsorunk sztárja. Valódi képességeit a nyájak körüli terelő munkában éli ki igazán, azonban városi környezetben az agility is megteszi. Itt gazdájával együtt élvezhetik a közös munkát, miközben a friss levegőn végzett testmozgás jót tesz az egészségüknek. Sok mindent el tudok képzelni a vikingekről, de azt, hogy a világ egyik legintelligensebb, ha talán nem a legintelligensebb fajtájának alapjául szolgáló kutya az ő kezükben volt, és tőlük került be Angliába, a skót-angol határra, hát ez elképesztő. Pedig így volt. Tehát ez a kutya, ami alapjául szolgált a Border Collie kialakulásának, a vikingek kezében volt, és bekerülve Angliába, keveredve az ottani pásztorkutyákkal, létrehozta a mai modern Border Collie-t, amiről még mindig nem tudjuk azt kijelenteni egyértelműen, hogy egy teljesen homogén fajtáról beszélnénk, független attól, hogy standardizált fajta és az FCI által elfogadott fajta. De mind a mai napig az egyik legfontosabb jelenség ebben a fajtában a munkakészség. Kutyát nem érdekli a külleme, senkit nem érdekel. Tereljen, végezze a feladatát, attól függően, hogy sportcélokra vagy munkára használom, abban lehetőség szerint a legjobb és leggyorsabb legyen. Ehhez nyilván szüksége van fizikumra, nyilván szüksége van egy elképesztő intelligenciára, legendásan gyorsan tanulnak, néhány alkalommal megmutatott, elmondott, bevasalt gyakorlat után a Border Collie az adott szituációt őrzi és használja. Tehát egy nagyon érdekes fajta, ezért nem is tudom, hogy családi kutyának nevezhető-e. Én úgy gondolom, hogy nem. Függetlenül attól, hogy emberrel szembeni agresszivitást nem mutat, függetlenül attól, hogy teljes mértékben veszélytelen a család tagjaira, de ha nem kötöm le
Ez a fajta intelligencia aztán a család életét képes megkeseríteni azáltal, hogy akkor majd ő leköti magát. Tehát szükség van arra, hogy dolgoztassuk, szükség van arra, hogy kitaláljunk neki feladatokat, hogy lemozgassuk. Ezért egy átlagos családi kutyának szerintem nem alkalmas, kínlódna. Abban az esetben, ha nem kap feladatokat, ő nem érzi jól magát. 50 centis marmagassággal, 20 kilóval bíró, abszolút atletikus fajta, a szőr ezt persze eltakarja, de tényleg megszakíthatatlan. Tehát az, amit terelő munkaként egyébként is a Border Collie elvégez, ha valaki látott már ilyet, az a futás teljesítmény, ami több száz birkát megfelelő irányba, megfelelő helyre, megfelelő módon terelve van, akár egy versenyen, akár az élesben bemutatott munkában, hát az tényleg elkapható. Tehát ez a kutya megszakíthatatlan. Alapvetően egészséges fajta, de mint minden modern fajtát, sajnos őt is sújtják, ezek a modernkori betegségek, diszplázia, stb. Tehát azért oda kell figyelni rá. Hál' Istennek nem népszerű a fajta, és itt most elsősorban a lelkiismeretlen reprodukcióra gondolok, tehát nem szaporítják a fajtát, jelen pillanatban jó kezekben van, én úgy látom, minőségi kutyák kerülnek ki, amelyek elsősorban nem kiállításokon felfedezhetők. Tehát terelőversenyeken, agility pályákon, nagyon szép munkákat látni Border Collie-tól, de használják obedience versenyekre, katasztrófa kutyaként, tehát elég széles spektrumban használható, köszönhető annak a fajta intelligenciának, amivel rendelkezik. Tehát, mint mondtam, alapvetően egészséges fajta, de oda kell figyelni rá, középméretű kutyáról lévén szó, azért már az etetés különös gondot igényel, tehát lehetőség szerint kis mennyiségű, extra minőségű étellel etessük, figyeljünk oda az ízületek védelmére, korai mozgatás ennél a fajtánál sem kívánatos, független attól, hogy azért ő magát nagyon korán elkezdi mozgatni, ne kezdjünk bele a korai direkt jellegű tréningekbe, hanem hagyjuk, hadd mozogja ki magát akár kutyák társaságában. Bárkinek jó ez a fajta, bárkinek, aki szereti a mozgalmas, mindennapi történésekben megnyilvánuló kutyával való együttlétet. De ezt hangsúlyoznom kell, minden áldott nap kell valamilyen feladatot adnunk neki, mert különben nem fogja jól érezni magát. Tehát nem az a kutya, akit hétvégenként elviszek kirándulni. Ő minden nap kirándulni akar. És ezt vessük észbe, ha ez működik, bárkinek ajánlom a Border Collie-t. Kérem, ne feledjék, Zooplus a mi műsorunk. Ha ön az állatvilág, a növények vagy a természet szerelmese, várjon minket havonta megjelenő magazin műsorunkkal itt, és a Győr Plusz újságban is. Kövessen minket a YouTube-on, illetve a Győr Plusz televízió honlapján. Viszontlátásra!